Éva Heimannak avattak szobrot Nagyváradon a Rédei kertben. A 13 éves zsidó kislány naplójában beszámolt a közösség 71 évvel ezelőtti nagyváradi deportálásáról és a gettóban töltött napokról. Több tízezer társával együtt 1944. májusában és júniusában irányították a gázkamrákba. Ilyen vagonokban szállították el a nagyváradi zsidókat Auschwitzba 1944. májusában és júniusában, a lakosság több mint egy harmadát. A deportálás után a lágerben öregeket, nőket és gyermekeket is elgázosítottak. Egyesek csodával határos módon megmenekültek. Édesanyámnak akkora szerencséje volt, hogy kivitték egy munkatáborba, ahol a fagyos földet kellett ásni, de ott legalább kaptak jobb étkezést, és valószínű, hogy így menekült meg. Nem volt ilyen szerencséje a 13 éves Heimann Évának, akinek először legjobb barátnőjét, majd teljes családját a krematóriumba küldték. Az eseményeket naplójában írta le. Bár az első válogatáson megmenekült, a másodikon már nem ment át, így gázkamrába küldték szüleivel együtt. Egy teljesen normális, vidám kislány volt, aki a deportálásokig boldogan élte a mindennapjait. Nagyon szerette az életet, egyik utolsó bejegyzésében azt írja, bármit megtett volna azért, hogy ő és a családja életben maradjon. Heimann Évának szobrot állítottak Nagyváradon, mely az elutazás előtti percekben ábrázolja őt. Az alkotást egy angliai művész adományként készítette el. Rendkívül kreatív, intelligens és vidám lány volt, ám az igazságtalanság, a háború, az átélt meghurcoltatások nagyon megtörték. A vidám mosoly eltűnt az arcáról, amikor megtudta, mi vár rájuk. Én ezt a pillanatot örökítettem meg az alkotásban. A két nagyváradi gettóból mintegy 30 ezer zsidót deportáltak, ám a holokauszt után mintössze 2700-an tértek haza. Közülük sokan kivándoroltak. A nagyváradi zsidó hitközség ma 700 tagot számlál.